Hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum lebontva, átalakítva, megőrizve Vásárhelyi épülettörténetek című kiállításán az 1960-as és 1970-es években készült fotók révén feltárult Vásárhely már-már elfeledett arca. A városkép változása az itt élők életkörülményeinek, életminőségének, életadottságainak a változása, és nyilván ezen keresztül nem csak az életmód, a mindennap történet, hanem Vásárhely történetének, városképének alakulása is jól követhető. Az 1960-as, 70-es években készült képeket látunk itt, amelyek egyrészt a polgárosodott Vásárhelynek a momentumai, szecessziós épületek, 19-20. Század fordulójának már a polgári igényeit, életmódját, szállók, üzlettel egybe épített épületek egyaránt bemutatásra kerülnek, és hát ne felejtsük, hogy mégis a paraszti vagy parasztpolgári kultúrának a paraszti részét a vályokházakkal, vagy éppen a parasztpolgári házakkal mutatja be ez a tárlat, és tényleg az utolsó pillanatban, hiszen sokat ezek közül az épületek közül lebontottak, és a helyére akár egy teljesen más szellemiségű településrendezési terv keretében építettek házakat. A legmarkánsabb változás az, hogy a városközpont környékét azt tulajdonképpen teljesen átalakították. Az András utca környékét, az Oldalkosár városrészt, azt teljesen lebontották, helyette a korszaknak megfelelő emeletes, először téglából, aztán később téglablokból, majd pedig panelból emelt épületeket, közintézményeket hoztak létre. Nem ez az első ilyen típusú tárlata a Tornyai János Múzeumnak, hiszen a tavalyi évben a Vásárhely Annó nevű projektünk, amely több mint 20 ezer vásárhelyi részben épületekről, mindennapokról készült fényképeket tartalmazó internetes fényképadatbázisnak az anyagát a település szerkezet alakulásán keresztül mutattuk be egy Vásárhely Annó 1945-1990 közötti a szocializmus kori település kép, település szerkezet, település funkcióváltozásokat bemutató kiadványban is, amelynek Szemmann Ferenc és Bernácsi Ferenc az intézményünk történészei voltak a szerzői, valamint egy azonos című tárlat az emlékpontban, amely nagyjából 60 tablon keresztül mutatta be ezt a változó várost, hogy a maga szervességében alakuló társadalmi igényeknek, gazdasági igényeknek, a polgári élet minőségnek, a parasztpolgárosodásnak, vagy éppen a paraszti életmód funkcionalitásának megfelelő organikus képződményeket és városképet a szocialista várostervezés hogyan alakította át. Ez az idei kiállítás azonban olyan szinten eltér a tavalyitól, hogy ezek általában a lakókörnyezet, a városközponttól távolabb lévő lakókörnyezetet mutatja be egyrészt, másrészt pedig a népkert és környékének ikonikus házait lehet megfigyelni. Ugye itt vannak a népkert környéki fényképekben olyanok, amik például a város egyik legidősebb háza, itt a funkcióváltást lehet nagyon nyomon követni, hiszen népkerti kertésznek emeltek 1870-ben egy lakót, ami manapság már vendéglátóhelyként üzemel, és ahogy a vendéglátóhelynek a forgalma nő, úgy egyre inkább különböző ideiglenesnek gondolt bővítésekkel körbevették az épületet, tehát gyakorlatilag ma egy felületes szemlélő már nem is tudná, hogy ez a város egyik legrégebbi épülete. Ugyanakkor nem csak a szocialista városrendezés ideológiai alapjain, de sokszor racionális megfontolásból bontottak le, vagy építettek át épületeket. A városok a maguk sajátos módján élnek, éppen ezért a változás esetükben épp olyan természetes, amiképpen az emberi életben. Andrássy úton lévő házak közül, ugye, amit lebontottak a 60-as években, azt látni kell, hogy ezek között voltak olyan épületek, amiket a város gazdasági megtorpanást, vagy az első világháború követő gazdasági megtorpanás, sőt már ugye az 1910-es években érezhető gazdasági megtorpanás miatt már nem bontották le az egyszerű régi vályokból épült házat, nem húztak fel egy polgári igénynek megfelelő emeletes épületet, aminek a földszintjén, ne adj Isten, üzlethelyiségek voltak, az emeleten pedig ugye lakások. Ugye nyilván ezeknek az épületeknek az elvesztése, ez egy érzelmi kötődés jelentett. Ikonikus épületek voltak Vásárhelyen, mint minden városban. Hát például a Konstantin
áruháznak a csodálatos kupolája, amelyik leégett 48-ba. És ugye az elveszítette azt a város az egyik ékét. Akkor ugyanígy ugye 1950 lebontották a Faszínháznak az épületét, ami szintén azért a vásárhelyiek emlékezetébe igen erőteljesen nyomot hagyott. Ez egy nagyon szép épület volt, és hát azóta is bánják, hogy meg sajnálják, hogy lebontották. Ott sem lehet tudni, hogy igazából mi volt az ok. Van, aki azt mondja, hogy statikailag nem volt megfelelő, más azt mondja, hogy talált olyan forrást, ami azt bizonyítja, hogy fel lehetett volna újítani azt az épületet. Hódmezővásárhely mind a mai napig a második legnagyobb területű város Magyarországon. Csak a főváros Budapest előzi meg. A városnak mindmáig hatalmas külterületei vannak, a 20. században pedig ezeken a területeken még sokkal többen laktak, mint napjainkban. A városközpontnak az átalakítását ezzel is magyarázták, hogy ugye azt szerették volna, hogyha minél több ember a külterületről beköltözik a városba, és gyakorlatilag itt jelöltek ki, ezt mondják, hát olyan területeket, ahol emeletes házakat föl lehetett húzni. És ugye nyilván ezért volt az, hogy a Hótóba, illetve a, igen, tehát tulajdonképpen a tó Hótóba létrehoztak Hótóvárosrészt és Kertvárosrészt, mert ugye ezek szabad területek voltak, meg ugye kincses telepen is szabad területek voltak, csak ugye nyilván Hótó és Kertvárosba döntően emeletes társasházakat hoztak létre, kincses telepen pedig döntően magánházakat. Vásárhelynek nem csak szokatlanul és aránytalanul nagy külterülete a jellegzetessége, hanem az is, hogy a látszat ellenére ez egy vízparti város. Vásárhely vízparti városként indult. Tehát ugye nem véletlenül van az, hogy ugye Hótó városrész, Oldalkosár utca, Tóaj utca. Nyilván, amikor ugye megtelepedtek őseink a városba, meg a várost megelőző falvakba, akkor ezekre a folyópartok magasabb részére telepedtek meg. És aztán, hogy nőtt a lakosság, egyre inkább lecsapolták ezeket a vizes területeket, egyre inkább tudott a város terjeszkedni. De az, hogy a város központja, a városháza, a templomok ennyire úgymond a városnak a szélén vannak, ezért alakult ki, és ez szerintem az alföldi mezővárosok közül azért egy különleges szerepet biztosít Vásárhely számára. Nyilván ezt ma már ugye nehéz elhinni. Ugye azt sem sokan értik, hogy például a szegedi nagy árvíz után miért kellett felhúzni az árvízvédelmi kőfalat, a kőfalat, ami ugye szintén a vásárhelyieknek egy fontos hát emléke a város fejlődés bizonyos korszakáról. Az ilyen és ehhez hasonló emlékek megőrzésében, továbbélésében segíthetnek az olyan tárlatok, mint a lebontva, átalakítva, megőrizve Vásárhelyi épülettörténetek címet viselő kiállítás. Ez nem csak történeti forrás, pláne a 60-as, 70-es évek, ami mondhatni, hogy jelenkor történet, vagy kortárs történelem, hanem bizony érzelmi viszony is, érzelmi viszony a képhez, a kép alkotójához, érzelmi viszony az ábrázolt felvételre került épületekhez, és azt tapasztaltuk, hogy nagy az érdeklődés, sokan keresik valóban a múltjuk eltűnt-e, vagy átalakult, lebontott, vagy éppen megőrzött, de megőrzésében is máshogy rekonstruált, restaurált épületeit és helyszíneit, és így válik tényleg igazán élővé egy ilyen kiállítás. Azt tapasztaltuk a megnyitón is, a tematikus tárlatvezetéseken is, hogy az emberek szívesen lépnek reakcióba és idéznek fel emlékeket. És mint a kollégáim mondják, hogy akár a megnyitón, akár a tárlatvezetésen újabb adalékok, vagy esetleg újabb fényképek kerülnek elő. Az itt látható felvételek azok a Tornyai János Múzeumnak a helytörténeti gyűjteményében vannak megőrizve, és a fél évszázaddal korábbi Vásárhelyt, a szocializmus korában már letűnő parasztpolgárosodás, polgárosodása helyette épülő szocializmus, de még a rendszerváltás nélküli teljes politikai, kulturális szemléletbéli mentalitás béli átalakulás nélkül mutatja meg ezt a változó világot. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egyszerre van jelen a lebontás és az új épület létrehozása,
némely helyszín esetében az átalakítás vagy a megőrzésnek a funkciója az egész társadalmunk Hódmezővására is, mint minden alföldi vagy vidéki város így alakul át, ahogy alakulnak a gondolkodás, mondja a gazdasági, emberi, kulturális szükségletei változnak. Ezek a lenyomatai, ezek a képek is.